Jó estét kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Valószínűleg sokokban felmerül az a kérdés, hogy hogy kerül a csizma az asztalra, illetve a zenész, így a közgazdászok, illetve a cégvezetők közé, és hogy kerül egyáltalán a zene ehhez a témához. Lehet azt gondolni, hogy annyira sötéten látják önök a jövőt, hogy ezt most már csak valami zenei aláfestéssel lehet valahogy egy kicsit feldobni. Ebben van valami, így elnézegetve a számokat, de én tulajdonképpen nem ezért vagyok itt, és a kollégáim, a Danubia ütőegyüttes tagjai sem. Hámori Máté vagyok, a Danubia zenekarnak a művészeti vezetője, karmester, és őszintén szóval van valami, ami egyébként távol áll tőlem az ilyen típusú kimutatások, de mégiscsak van valami, ami a zenét ezzel az egész témakörrel rokonítani tudja. És valahogy köze van ahhoz, hogy hogyan tekintünk a jövőbe, és hogyan próbálunk megoldásokat találni ezekre a problémákra. A zene látszólag csak egy díszítő elem, egy habatortán az életünkben, de ennél sokkal mélyebb és sokkal emberibb dolog. Mint ahogy most, amit hallanak, ezt a kis ritmust, most már másodpercek óta nem tudják a fejükből kiverni, és ott van az agyuknak valami nagyon apró kis területén, annélkül, hogy egy szót szóltam volna, önök ugyanebben a ritmusban gondolkodnak már egy ideje. És ugyanígy működik ez a hangoknál is. Amikor meghallunk egy adott hangmagasságot, függetlenül attól, hogy zenélünk-e, játszunk-e bármilyen hangszeren, önöknek a hangképző szervei már készen állnak arra, hogy hamisan vagy nem, de ezt a hangot reprodukálni tudják. Ugyanis sokan azt mondják, hogy a zene ősibb, mint a beszéd. És ez valószínűleg így is van, neurobiológusok sokat foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Az ember előbb zenélt, mint hogy beszélt volna, sőt, a beszéd kialakulásában a zene nagyon fontos szerepet játszhatott. Ez kötött minket össze valószínűleg évezredeken keresztül, a közös ritmus és a közös hang. Ez segített az együttműködésben, abban, hogy leküzdjük azokat a nehézségeket, amik akkor bizony élethalál kérdések voltak, ma is azok bizonyos szempontból, és a zene erre tökéletes eszköz lehet. A közös hang a mai kis előadásunknak is a hívó szava, és nekünk egy különleges programunknak is, hiszen amikor vezérigazgató úr itt az elején vázolta ezt a bizonyos ismeretlent, akkor én abszolút érintve éreztem magamat, bár az én cégem az egy non-profit cég, és eléggé más jellegű valószínűleg, mint az önök cégei, de ugyanezekkel a problémákkal küzdünk, szóról szóra, amik itt elhangzottak, és amiket önök is elmondtak a felmérésben. És hogy próbálunk küzdeni ezek ellen a problémák ellen? Megkeressük azt a hihetetlen széles piacot tulajdonképpen, ahol a zene, a mi portékánk értékes lehet és fontos lehet. És sokszor ez a piac messzebb van, mint amire elsőként gondolnánk. Nézzük meg most egy kis rövid videót a Közös Hang című projektünkről. A Közös Hang egy két éve indult vállalkozás, amikor a Máltai Szeretetszolgálattal együtt Magyarország legszegényebb településeire megyünk el, ahol sokszor még a legalapvetőbb infrastruktúra sem áll rendelkezésre, és hangszereket viszünk a gyerekeknek, akik elkezdenek ezeken a hangszereken tanulni. A semmiből, még szolfést se kell tanulniuk, csak a hangszert adjuk a kezükbe, majd zenekarokba szervezzük őket, és amikor már csak két hangot el tudnak játszani, a zenekarba beülhetnek. Ezekkel a gyerekekkel közösen próbálunk ezeken a településeken, és a legügyesebbekkel pedig közös koncerteket adunk. Többek között a Zeneakadémián is voltunk már, a Kongresszusi Központban, most pedig az Erkel Színházban lesz május végén egy nagy koncertünk. És hogy jön ez ide? Hogy jön ez a jövőhöz? Ezek a települések, ahol jellemzően zsákfalvakban, 90%-ban romák élnek Magyarországon, ezek reprodukciós rátájukat tekintve 8-szorosak adatokat hoznak, mint a városi. Magyarul ez azt jelenti, hogy a magyar lakosságnak nagyon jelentős része a következő 30-40-50 évben ezeken a településeken fog megszületni. Az önök cégeinek és a mi cégünknek is a HR problémáinak jelentős részét majd a jövőben ilyen településeken megszülető emberekből fogjuk tudni pótolni. Tehát az, hogy az integrációt a mi zenekarunk is a tevékenységünk alapjává tette az elmúlt években, annak bizony van egy önző oka, és szeretnénk, hogy ez az ország fejlődni tudjon, és benne a mi vállalkozásunk is, a zenénk és a zenekarunk fejlődni tudjon. Úgyhogy itt találkozik két dolog, az úgynevezett közjó
és a mi javunk. És a közös hang pontosan ezt mutatja meg a zene erejével, ami a társadalmi különbségeket nagyon gyorsan és nagyon hathatósan el tudja tüntetni. Persze nem vagyunk naívak, az integráció nem megy egyik percről a másikra, és lehet, hogy 100 gyerekből mindössze egy vagy kettő lesz az, aki aztán ezen az úton végig tud velünk jönni. Viszont el kell kezdenünk, mert a jövő legnagyobb kihívása legalábbis a mi területünkön az pontosan az utánpótlás lesz. Kik lesznek, akik zenét fognak hallgatni, kik fognak hangszerrel játszani, és kik fognak a mi zenekarunkban játszani. Ezek a legnagyobb kérdések. A zene pedig mindannyiunkban ugyanúgy működik, mert a legősibb dolog, ami csak létezik. Na de átkanyarodva az önök felmérésére, ami ugye eléggé borús jövőképet fest, sajnos ez mi is a korlátozott tapasztalatainkkal csatlakozni tudunk, próbáltuk ezt valahogy zenébe foglalni. Mert ugye a zene és a tudomány, a matematika nem áll annyira távol egymástól. Méghozzá, ha megfigyelték azt a kérdőívet, amit az előbb lehetett látni, és ami az önök széken is ott van, elég furcsa betűk vannak ugye az egyes válaszoknál. Ez nem véletlen, ugyanis az önök által adott válaszokat a kérdésekre mi lefordítottuk zenei hangokra. Tehát például mondjuk a C betű az a 4-es válasz volt, az I betű az a 7-es válasz volt, az A betű pedig értelemszerűen az 1-es válasz volt. Ebből kijön a cica szó, az így hangzik nálunk. Ez egy szép szó. Amiket hallani fognak most nem annyira szép szavak, ugyanis 4 kérdést megzenésített nekünk egy zeneszerző barátunk, Ott Rezső, aki rengeteget dolgozik a zenekarral, és fantasztikus, fékezhetetlen, agyvelejű zeneszerző. És még ezt a viszonylag szokatlannak minősítető kérés is, hogy egy ilyen közgazdasági témájú felmérést zenésítsen meg, ő meg tudott oldani. Na most itt kottákat látnak önök, nem tudom, hányan tudnak kottát olvasni, kezed föl, csak hogy ne szégyeljék, nem olyan kellemetlen dolog az. Jó. Nagyon jó, ez egy jó arány, tehát ez egy erős 61%-ra tippelem így. Ami azért Bartók Kodály országában azt gondolom, hogy elvárható, nem? Tehát mindig mondjuk, hogy Bartók Kodály országa. Kicsi a kotta, de azért nagyjából látszik rajta az a tendencia, amit majd hallani is fognak. 4 kollégám jött el az ütőegyüttesünkből, és ők fogják majd az önök által adott válaszokat eljátszani a hangszeren. Ugye az első kérdés az úgy szólt, hogy ön szerint hogyan fog változni a globális gazdasági növekedés üteme a következő 12 hónapban? Ez egy olyan típusú kérdés, amitől egy zenésznek azonnal ilyen sűrű, áthatolhatatlan háló a szeme előtt le. De ez egy valóban fontos kérdés. És ugye az 1-es az a nagyon negatív, a 7-es pedig a nagyon pozitív. A zeneszerzőnk úgy oldotta meg, hogy a negatív válaszok, tehát a pesszimista válaszok lesznek a mély hangok. Ez elég pesszimista. Az optimisták pedig a magasak. Hát nézzük, hogy nagyjából hogy jöttek ki az ön válaszaik. Nem rossz, tehát azt gondolom, hogy egy alapvetően sötét árnyalatú jövőkép. Néhány optimista felhanggal, így lehetne ezt legjobban. Na most a második kérdést azt a xilofon nevű hangszer kapta. Kísértetése hasonlít az első kérdésre, de megfigyelhető, hogy nem ugyanaz. Ön szerint hogyan fog változni magyarországi gazdasági növekedés üteme a következő 12 hónapban? Ugyanez fog történni, tehát a mély hangok lesznek majd a sötéten látok, és a magasak az optimisták. Ez így néz ki az önök erre adott válasza. A vége optimista volt, ugye? Tehát minél távolabb megyünk az időben, annál optimistábbak vagyunk. A közeljövőről alkotott vélemény az úgy látszik egy kicsit ott az alsó régióban mozgott, de hát Istenem. Viszont megfigyelhető, hogy a magyarországi gazdasági helyzet mennyivel érdekesebb, ugye, mint a nemzetközi. Mennyivel összetettebb.
Na jó, de alapvetően azért leköveti a nemzetközit. A harmadik szólam a cintányér, ez egy nehezen megfogható hangszer. Egyébként el kell mondanom, hogy ezen gyakorolnak a legkevesebbet az ütősök, és természetesen egész életükben ezen játszanak a legtöbbet. Tehát ezek a gyönyörű dallamhangszereken soha nem kell játszani egy ütősnek, csak cintányéron, sőt van olyan darab, ami 50 perc hosszú, és egyetlen egy cintányérütés van benne. Zárójel bezárva, a harmadik kérdés úgy szól, kérem osztályozza 1-től 5-ig terjedő skálán, mennyire bizakodó cége bevételeinek növekedési kilátásait illetően a következő 12 hónapra nézve, ez elég fontos kérdésnek tűnik, így laikusként is. Megint csak az egyes, az lesz a... Mi az egyes? Hát ez egy elég egyes. És mi a bizakodó? Itt a zeneszerző nagyon diszkréten kicsi különbséget tett a szélső értékek közé. Így hangzik ez a kérdésre adott válasz. Nagyon sejtelmes, tehát ugye senki nem akar a bevételeiről őszintén beszélni. A zeneszerző ezt csodálatosan ültette át hangokba. Végül a negyedik kérdés, a Glockenspiel abszolút konkrét hangján. Kérem osztályozza 1-től 5-ig terjedő skálán, mennyire bizakodó cége bevételeinek növekedési kilátásait illetően a következő 3 évre. Na most itt a negatív az lesz lent, és a pozitív lesz... Nem, fordítva mondom? Te se tudod. Ezt önökre bízom, hallgassuk meg a választ. Igen, sajnos itt fordítva van, tehát a magas hanga nem bizakodó, tehát amiből a legtöbbet hallották. Nos, hát ott Rezső ezt a 4 választ összekomponálta nekünk egy valódi kortárs remek művé, úgyhogy most az önök válaszai, és ebben semmi más nincs, csak az önök válaszait együtt hallgathatjuk meg, ebből kikristályosodik a jövő, mint egy jósgömbbe tekintve, hogy mi lesz a teendő, és hogyan mozog együtt a magyarországi és a nemzetközi gazdasági helyzet, illetve az önök cégeinek a bevételei. Hallgassák figyelemmel. Thank you.
Íme a jövő hölgyeim és uraim. Mindenki eldöntető, hogy tetszik neki vagy nem. De ezt önök mondták, ezek az önök válaszai. A zeneszerző minden esetre kínosan ügyelt rá, hogy ne legyen konszonáns, tehát ne legyen fülbemászva ez a jövő.